Az önkormányzat az idősek világnapja alkalmából egy vidám színdarabbal kedveskedett a Dérinék Kulturális Központban a közönségnek. A falu rossza zenés színművet nézhetnék meg a szépkorúak a Dériné program hozzájárulásának köszönhetően ingyenesen. Az előadás előtt Szepesi Tibor polgármester köszöntötte a jelenlévőket. A 2020-as évi adatok szerint városunkban közel 5000 fő 60 év felüli, mely a teljes állandó lakosság 24%-a, vagyis 1/4. Az idősek és az itt ülő szépkorúak generációkon keresztül hordozták és örökítették tovább azokat a tapasztalatokat, hagyományokat, amelyek apáról fiúra, anyáról leányra szálltak. Önök azok, akik előttünk járnak a nagy országúton, azon az úton, amelyen apáink, nagyapáink, dédapáink és őseink jártak a világ kezdete óta. Önök azok, akik az időskor bölcsességével már helyre tudják tenni a dolgokat. Önök még ismerik az erkölcs iratlan törvényeit, örökségként ezt hozták családjukból. Önöktől örököltük meg ezt a települést, önöktől tanultuk meg a nyelvet, amellyel szót értünk egymással. Kemény munkával kerestek benne kenyeret, építettek benne hajlékot, és neveltek gyerekeket. A mi világunk önökkel, apáink, anyáink, nagyapáink, nagymamáink életével, munkásságával kezdődött. Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben a mi generációnk egy újabb nemzedék jövőjét alapozhatja meg. Mindennapi munkánkhoz elődeink példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot. Amikor eljött az idő, azt a stafétabotot, amelyet szüleinktől kaptak, a mi kezünkbe adták, de a bölcsesség az önök szívében van. Ha tehetik, mondják el unokáiknak, dédunokáiknak, tanítsák, neveljék őket, mert ezek a tanácsok érnek majd hasznos tettek ki. Jó lenne, ha az év minden napján ugyanilyen figyelem és szeretet övezné a szépkorúakat. Ne szégyeljék ráncaikat, hiszen a ránc az a hely, ahol a mosoly lakozik. A mosolygós arcú idősektől pedig a mi napjaink is szentek lesznek. Nekünk, akik ma még aktívan dolgozunk, az is egyik feladatunk, hogy idős embertársaink számára olyan életkörülményeket biztosítsunk, amely lehetővé teszi számukra az öregkorhoz méltó derűs életet. Tudjuk, érezzük, hogy az idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásunkat, támogatásunkat, szeretetünket és nagyra becsülésünket. Kívánom, hogy valamennyien járuljunk hozzá a nemzedékek közötti, illetve a családunk belüli emberi harmónia, odafigyelés, közösségi gondolkodás és összetartozás megteremtéséhez, mely idős embertársaink szívét melegséggel, békességgel tölti el. Őszinte tisztelettel kívánom, hogy derűsen és jó egészségben a család nyújtotta örömökkel töltse a pihenés éveit városunk minden szépkorú lakója.